Nem tudják egyelőre a házi orvosok, hogy mit jelentene a kötelező szűrés. A végrehajtás nem ismert, és az is kétséges, hogy a jelenlegi rendszer elbírna egy bonyolultabb típusú tömeges szűrést. 125. évfordulóját ünnepelte a Váci vízisport. A Városi Evezős Klub tablókiállítással, kötet bemutatóval, koszorúzással és ünnepi közgyűléssel emlékezett az egykori alapítókra. Idén a Váci strand is csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csata rekord kísérletéhez. A városi intézményben 130 jelentkező lőtte egymást halomra. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerda esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Nem tudják egyelőre a házi orvosok, hogy a június közepén elfogadott salátatörvény, amely elrendelheti felnőttek esetében is a kötelező egészségügyi szűrést, pontosan milyen szűrésekre vonatkoznának, és azt a jelenlegi egészségügyi rendszer milyen formában lenne képes biztosítani. Jelenleg elsősorban a házi orvosok feladata lenne a hozzájuk tartozó paciensek szűrővizsgálatokon való elindítása, de ennek nem csak technikai akadályai vannak, ugyanis sokan nem hajlandóak elmenni a javasolt vizsgálatokra. Egy lelkiismeretes házi orvos szűri a praxisát. Meggyőzi, a beteg részt vesz, és akkor megtörténik a szűrővizsgálat. Így működne jelenleg a felnőtt lakosság egészségügyi szűrése, már amennyire van kapacitás a rendszernek, hogy preventív módon megelőzze az előre haladott állapotában már gyógyíthatatlan betegségeket. Magyarországon a halálozások 45%-át szív- és érrendszeri betegségek okozzák, 23% daganatos betegségben, 4-5% légzőrendszeri problémák miatt távozik az élők sorából. Június közepén szavazta meg a parlament azt a saláta törvényt, amely a kötelező vizsgálatok és az egészségügyi állapot felmérésére vonatkozna. A törvény szövegében az szerepel, hogy az egészségügyért felelős miniszter, jelenleg Pintér Sándor, korhatár figyelembe vétele nélkül előírhatja, hogy bizonyos vizsgálatokon kötelező részt venni. A törvénynek egyelőre nincs végrehajtási utasítása, így a házi orvosok kevéssé tudják értelmezni, hogy a törvényalkotó mit ért ez alatt, és hogyan kivitelezni a gyakorlatban. Részleteket nem tudunk. Mik lesznek a kötelező szűrővizsgálatok, milyen korcsoportokban, és mi módon lesz ez kötelező. Tehát ki hogyan fogja az én betegemet, vagy engem, vagy bocsánat, minket, a jelenlévőket arra kötelezni, hogy menjen el egy orvosi vizsgálatra. Jelenleg leginkább szív- és érrendszeri problémák okán, például a lakosság 30%-át érintő magas vérnyomás miatt küldik kardiológushoz a betegeket a házi orvosok. Szintén problémás a daganatos betegségek megelőzésére tett vizsgálatok végrehajtása. A hazai egyik halálozási vezető a vastagbélrák, aminek a szűréséhez szintén komoly technikai háttér szükséges. Vastagbéltükrözésről van szó. Előkészítő fázis van, és ezek azért komolyabb beavatkozások, mint egy urológiai vizsgálat. Az értékük azonos. Senkit nem becsülünk le. Mammográfia, méhnyakrákszűrés, prostataszűrés. Ez nagyobb műszerezettséget, komoly steril hátteret, ez egy komolyabb beavatkozás. Tehát itt az államnak nagyobb odafordítást, nagyobb odafigyelést kell oda tennie, és nagyobb szervezést igényel. Ott nem 2 percenként vagy 5 percenként váltódik a beteg. Az egészségügyi ellátás jelenleg kapacitás hiánnyal küzd. A szűrésekre is várni kell, így kérdéses, hogy egy betegségfajta kötelezően elrendelt szűrését hogyan tudná ellátni a jelenlegi rendszer. Bánhidi doktor ugyanakkor kiemelte, ő is találkozik olyan pácienssel, akinek javasolná a szűrés elindítását, azonban ő elzárkozik az elől. Bánhidi doktorral a teljes interjút a híradót követő nagyítóban láthatják nézőink. Péntekig egészen biztosan harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő napokban akár a 35 fokot is meghaladhatja a nappali csúcshőmérséklet. A tartósan fennálló meleg megviseli a szervezetet, figyelmeztetett közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Váci Városfejlesztő Kft. Többek között ivókutak működtetésével és rendszeres karbantartásával igyekszik enyhíteni a hőhullám nehézségein. Aki teheti, kerülje kánikula idején a szabadban tartózkodást.
Ha erre nincs lehetőség, akkor mindenkinek tanácsos elkerülnie a nehéz fizikai megterheléssel járó tevékenységeket. Javasolt bőszellőző ruha viselése és naptej használata a leégés ellen. A napszúrás elkerülése érdekében pedig célszerű napellenző sapka vagy kalap felvétele a nagy melegben. Legfontosabb pedig a bőfolyadékbevitel. Ezekre is figyelmeztet közleményében az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Vácon számos ivókút működik, amelyeket a nyári szezonban a Váci Városfejlesztő Kft. Üzemeltet. A városnak több pontján működik ivókútunk, minden játszótéren van egy, a nagy játszótéren, itt a Dunaparton kettő, és a Deákvári játszótéren, a Földveri téri játszótéren, de a Dunaparton a kis játszótéren, a nagy játszótéren, ivókútjaink vannak a Kossuth téren, a Eszterházy utcában, és itt a Széchenyi utcában. Udvari Mihály hozzátette, az ivókutakat 5 óránként ellenőrzik, és ha szükséges, karban tartják. Előfordult már, hogy egy ivókutat szándékosan megrongáltak, de mint elmondta, erre is gyorsan tudtak reagálni. Hát van, amikor megrongálják, mint például 2 hete megrongálták a Kossuth téren lévőt, az elég költségesen, de helyrehoztuk és megjavítottuk a nagy melegre, hogy tudjanak az emberek hűsítővizet venni. Július 12-e péntekig a hőségriadó biztosan érvényben marad. A jelenlegi előrejelzések szerint jelentős enyhülés a jövő héten sem várható. Idén 125 éves a Vác Városi Evezős Klub. A jeles évfordulót szombaton a művelődési központban tabló kiállítással ünnepelték, de a sportág aranykorát dokumentáló kötet bemutatójára is sor került. A szervezők megemlékeztek a hazai evezés alapítójáról, Gróf Széchenyi Istvánról is, akinek az emléktáblájánál koszorúztak, majd az esemény egy jubileumi ünnepi közgyűléssel folytatódott, amin a korábbi elnökök mellett a klub egykori sikeres sportolói is megjelentek. Szombat délelőtt a Madách Imre Művelődési Központ emeleti galériájában nyílt meg a szervezet 125 évét bemutató tablókiállítás, melyeket erekjékkel is gazdagítottak. A megjelenteket a jelenlegi elnök dr. Fekete Károly köszöntötte. A tárlatot Kis Zsolt nyitotta meg, aki méltatta a nagy múltú klub tevékenységét. Ez azért a történelemben, de nem, hogy emberöltőkben is egy óriási időszak, hihetetlen időszakot emelt föl, vagy egyébként ölelt át ugye ez a 125 év, amit itt az elődök vittek végig, és ugye a maiak pedig méltóan próbálnak erre a 125 évre most megemlékezni. De hogy a városunk életében egyébként ez a 125 év mit jelentett, hát kiemelkedő sporteredményeket, kiemelkedő sportolókat, nem utolsó sorban ugye világbajnokokat, olimpikonokat jelentett, és méltóan lehetünk mi váciak is büszkék rá, de szerintem az egész magyar nemzet. A Váci evezés első 100 évéről már megjelent egy könyv Ribáriné Pál Katalin, a klub oszlopos tagjának szerkesztésében. A mostani aranykor címet viselő kötet pedig a 2000-től 2024-ig tartó időszakot foglalja össze. Mutatta be a jubileum alkalmából elkészült dokumentumot Cserkaszki Györgyi, a Katona Lajos városi könyvtár igazgatója. Az első az elődöket és a hagyományokat foglalja össze, azonban ahogy fejlődött az egyesület, az elmúlt 25 esztendőben már az év eseményeit, eredményeit, nehézségeket és taglétszámokat rögzítő évkönyvek is készültek, amelyek a második kötet gerincét adják. A könyv emellett tartalmaz riportokat edzőkkel, versenyzőkkel, bírókkal és vezetőkkel is, akik személyes történeteiket mesélik el. Az ünnepség a Migadzi téren Gróf Széchenyi István emléktáblájánál folytatódott, ahol Szántó Éva, a Magyar Evezős Szövetség alelnöke méltatta a legnagyobb magyar sportérdemeit, aki, mint elhangzott, letette Magyarországon az evezés alapjait és megépítette hazánkban az első csónakházat. És mik is Széchenyi evezéshez fűződő történetének legfontosabb mérföldkövei Dióhéjban? 1822-1823-as Báró Veselényi Miklóssal közös angliai utazása során ismerte meg az evezősportot, a Temzén sikló 6-8 evezős bárkákat, 8 evezős hajókat. Evezős regattán is részt vettek, ahol újabb tapasztalatot gyűjtöttek. Veselényi így ír erről naplójában. Az ifjúság nagy része kint a folyamon volt csolnakázni.
mely szép dolog ezen ízléssel épült csolnakokkal a vízen játszadozni, s mely derék, mely erőt adó gyakorlás s mozgás ez az ifjúságnak. A Váci Evezős Klub története az 1899-es alapításig nyúlik vissza. 1906-ban lett tagja a Magyar Evezős Szövetségnek, azóta a Váci Evezősök rendszeres résztvevői a hazai regattáknak, valamint sportolói révén folyamatosan hozzájárulnak a magyar evezés nemzetközi sikereihez. 1909-ben rendeztek Vácon először evezős versenyt. Az első váci felnőtt egypár evezős bajnok 1963-ban Ribári Zoltán lett. Az első váci csónakházat 1983-ban avatták fel a Horváth Mihály utcában, ahol egy javító műhely is helyet kapott. 2000-ben jutott ki az olimpiára először váci evezős. 2001-ben Pető Tibor Haller Ákossal két pár evezős számban világbajnoki címet szerzett, amit 2002-ben meg is védtek. A koszorúzás után az esemény egy jubileumi ünnepi közgyűléssel folytatódott, ahol a korábbi elnökök mellett a klub egykori sikeres sportolói is megjelentek. A közgyűlés levezető elnöke dr. Fekete Károly, a Vácvárosi Evezős Klub elnöke volt. Köszöntőt mondott Varga Tamás, a Magyar Evezős Szövetség sportág fejlesztési alelnöke, valamint ünnepi beszédet mondott Molnár Nándor, a Vácvárosi Evezős Klub korábbi elnöke, önkormányzati képviselő, aki kiemelte. A gazdasági válság időszakát követően hamarosan beköszönhet az idő, amikor a város újra részt vállal a kiemelkedő sportegyesületek működési költségeinek biztosítására. Az eseményen végül a nagybajnokok elevenítették fel pályafutásuk emlékezetes pillanatait. A Vácvárosi Evezős Klub jubileumi eseményei ősszel folytatódnak. A Szél Rózsa minden irányában voltak már a városban táborhelyeik. Idén az önkormányzattól kapták meg a patinás kúria épületét használatra. 6 héten át tartanak a Garai Nagy Norbert Művészeti Stúdió nyári táborai, ahol a festészettel és képzőművészettel ismerkedhetnek meg a 6-14 éves gyerekek. 16 éve indította útjára első nyári művészeti táborát Garai Nagy Norbert. Évről évre más helyszínen tartják a foglalkozásokat. Idén a kúria épületét foglalták el a táborozó gyerekek, ahol 6 héten át tartanak a programok. Nagyon szeretik ezt a helyszínt, mondta el a híradónak Garai Nagy Norbert hozzátéve. A napirendnek vannak kötött pontjai, de ezzel együtt szabadon is hagyják a gyerekeket tevékenykedni. Nálunk hasonlóan a többi táborhoz, 8 és 9 óra között van az érkezés. Van utána egy ilyen meeting, elmondjuk, hogy mi a mai feladat, azt átbeszéljük. Mi egy kicsit úgy nyitottabbak vagyunk olyan szempontból, hogy nem kötelező semmi, tehát hogyha saját ötletet szeretnének, vagy saját feladatot, akkor azt szívesen látjuk, sőt attól is lesz szerintem egy ilyen nyári iskola feelingű a dolog. És hát megszoktuk hát 10 órakor ezt az egész folyamatot egy 10 óraival szakítani, fél egy-egy fele megyünk ebédelni, és akkor mindig a időjárás függő a program, hogyha nagyon meleg van nyilván, akkor benti foglalkozás van, ha pedig az időjárás engedi, akkor kültéri, tehát akkor megyünk tájképfestészet és mindenféle kültéri csapat, ilyen építőjátékokat is szoktunk belevinni. Művésztábor lévén a kézművesség is ugyanúgy beletartozik a foglalkozásokba, ajándéktárgyakat is készítenek, akinek pedig komolyabb szándéka van, az a festővászonnal, olajfestékkel festhet, ismerkedhet. Pólófestésnél elég komoly anyagokkal dolgozunk, tehát nem csak batikolás, hanem különböző effektsprékkel, graffiti jellegű dolgokkal is megspékeljük. Vagy például mondhatnám a papírmetszést, ami már egy elfeledett technika, az pedig ilyen dekorgumikból alakzatokat vágunk ki, felragasztjuk kartonra, felfestékezzük, és azt nyomtatjuk textilre. Tehát ilyen különböző metódusokkal próbáljuk megszerettetni, vagy bemutatni egy olyan dolgot, amit otthon nem lehetne. A tájképfestésnél kint a természetben mindenki saját festőállványon alkothat kedvére, szemléltette a festőművész, aki felhívta a figyelmet, még hátra van 3 turnus, ha valaki szeretne, csatlakozhat és megismerkedhet ezekkel a technikákkal. Idén a Váci strand is csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csata rekord kísérletéhez. A program célja az itthoni fürdők és ezek sokszínűségének minél szélesebb körben való megismertetése, valamint a fürdőzés népszerűsítése volt.
Július 6-án szombat délután 2 órakor az ország 39 strandján egy időben több ezren játszottak vízipisztolycsatát legalább 15 percen keresztül. A közösségi akció különlegessége volt, hogy a résztvevők a telekommunikáció segítségével egy alkalmazáson keresztül elektronikus, valós idejű kép és hangkapcsolattal összekötve koordináltan és hitelesítve kapcsolódtak be a rekordkísérletbe. Vácon a 130 sárga karszalagos nevező az L alakú medence bejárata, illetve a mélyvíztábla közötti szakaszon helyezkedett el. A rajt előtt természetesen bemelegítésre is sor került, majd végül az intézmény vezetője számolt vissza a kezdésig. Visszaszámlálás következik. 10, 9, 8, A versenyzőknek egymást kellett eltalálniuk a vízipisztolyokkal, melyek egy részét a szervezők biztosították nekik. A vizes program a nagy meleg miatt még inkább jól esett a résztvevőknek, azonban a tavalyi rekordot nem sikerült megdönteni, ugyanis még a helyszínek száma megegyezett a tavalyival, a résztvevőké azonban egy kicsit elmaradt attól, 5900 helyett csupán 5500 lett a végeredmény. Tette közzé közösségi oldalán a második országos vízipisztolycsata versenyközpontja, a budapesti Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő az énbudapesten.hu közleményét. A Vác VLS-e július 16-án kezdi el az edzéseket, majd 6 felkészülési mérkőzéssel készülnek az augusztus 24-én kezdődő Pest megyei első osztályú bajnokságra. A nyári menetrend szerint július 20-án szombaton 17 órakor a Gyöngyösi AK-val, július 27-én szombaton 10 órakor a Budafoki MTE 2-vel, augusztus 3-án 17 órakor a Szabadkikötővel, augusztus 7-én szerdán 18 órakor a BVSC 2-vel, augusztus 10-én szombaton 10 órakor a Testvériség Újpalota SE-vel, augusztus 17-én szombaton a Vác VLS-e pedig egyelőre nem ismert ellenféllel fog mérkőzni. Biztosan kitart péntek éjfélig a hőségriadó, mert a csütörtöki zápor sem fog lényeges enyhülést hozni a Dunakanyarba. Az éjszaka továbbra is meleg lesz, hajnalban 22 fokról kapaszkodik a hőmérséklet, majd dél körül 35-36 foknál éri el a csúcsát. Ezután jöhet egy frissítő zápor a Váci térségre, ami némileg mérsékli a nagy meleget. Ám ha jön a csapadék, akkor jelentős párával is lehet majd számolni, ami továbbra is ronthat a hőérzeten. Pénteken ismét meleg lesz a hajnal, majd a korábbiakhoz mérten még forróbb napra számíthatunk a hét utolsó munkanapján. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió szerda esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásainkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Én köszönöm a figyelmüket, de Önök ne menjenek sehova, hiszen hamarosan következik a nagyító, benne a kötelező szűrővizsgálatokról lesz szó. Viszontlátásra!